A Máltán kormányzó munkáspárt vasárnap győzelmet aratott a parlamenti választásokon, sorozatban harmadszor. A jobbközép ellenzéki nemzeti párt elismerte vereségét. Az eredményeket már a közvéleménykutatások is előre megjósolták, így nem okozott meglepetést Robert Abela bejelentése, hogy pártja szerezte meg a szavazatok többségét. Míg a részvételi arány általában meghaladja a 90%-ot, idén 85% körül lehet, ami a legalacsonyabb részvételi arány azóta, hogy Málta az EU teljes jogú tagja lett. A munkáspárt annak ellenére győzött, hogy a 2017-ben megölt, korrupciós ügyeket feltáró újságíró Daphne Galizia ügyében zajló nyomozás befolyásolásával vádolták a munkáspárti kormányfőt.